Üdvözlök mindenkit, USA dollár jobb pályánt láthatjátok napi heti felbontásban. Ugye gyertya chart és heti felbontásban. Közel két éve vettem fel a pozíciómat, long pozícióimat, aki követi a tőzsdeblogot, az tudja, hogy miről beszélek. Ez alatt a közel két év alatt ugye elég kemény központi bank beavatkozások gyanán, ugye az árfolyamnak nem igazán sikerült a 75-76-os 76, 75-76 és 84 árszint árfolyamok közül kimozdulni. Most annak idején ugye egy most tudom, hogy egy éve, másfél éve, hogy a hát egy éve körülbelül, hogy az USA dollár japán árfolyam ugye lenézett ugye a 76-os szint alá, és ugye ha most jobban megnézitek, visszatesztelt az árfolyam a 76-50-es szint környékére múlt hét pénteken. Én nem vagyok benne biztos, hogy itt úgy betette az árfolyam ezt a bizonyos dupla padlót, ezt majd meglátjuk, a későbbiekben kiderül, de amit látjátok itt, ugye itt ezt a legutolsó gyertyát, ezt az üres gyertyát, ez azt jelenti ugye, hogy ezen a héten, ugye most csütörtök van, ugye péntek van, az árfolyam eléggé pozitívan zárt, hogy úgy mondjam, tehát a 77-50-es szint környékéről, ha ez így marad, akkor 79-es árfolyam fölött fog zárni az USA dollár japán árfolyama. Pozíciómat továbbra is tartom, semmi értelme nincs mozgolódni az árfolyammal. Visszamenni nem megyek vissza a charttal, visszahúzhatnám nektek itt ezt a chartot. Azt hiszem, hogy másfél évig megy vissza talán, de nem, nincs értelme. Ugyanis az árfolyam az semmi más nem csinált, mint a 75, 76 és 84-es árfolyam szintek közt mozgott. Na most egy másik érdekességet szeretnék nektek megmutatni gyorsan. Ez az euró és a svájci frank árfolyama. Amint láthatjátok az utóbbi 4-5 hónapban, azokat a nagyon pici kis gyertyákat, szinte vonalacskák, ugye? Ez mind annak köszönhető, ugye, hogy az ECB és a svájci jegybank ugye eléggé keményen nekiállt manipulálni és leszabályozni a svájci frank euró árfolyamát, mivel ugye aki egy kicsit jobban átlátja a dolgokat és nem felszínesen, tehát nem csak a felszínen marad és nem csak a csillagszületiket nézi éppenséggel, vagy a nem tudom melyik az éppen a TV1-en a híradót, hanem egy kicsit jobban informált és körülnéz a világban, akkor ugye tudja, hogy az Európai Unió, én csak Euró-Szovjetuniónak hívom, elég kemény problémával közd, ugye, ami hát csődös, nem lehet jobban ezt kifejezni, a különböző államok, sorolhatnánk őket a spanyoloktól, a görögökön át, a magyarokon keresztül lehetne sorolni a csődös államokat, ugye rengeteg van belőlük. Egész egyszerűen ugye nem tudják rendbehozni a fiskális politikájukat, mivel hát a kormányok ugye félig meddig ugye fasiszta módszerekkel próbálják kordában tartani a népet, azt a népet, ugye, amelynek egy elég komoly százalék ugye elvesztette állását, nem tudom, házát, lakását, autóját, éppen amiért ugye. Itt nem csak nem csak a svájci frank hitelekről van szó, ugye Magyarország esetében legalábbis ez volt a legfőbb probléma, és minden napig, a mai napig is ez a legfőbb probléma, de higgyétek el, néhány száz kilométerrel arrébb ugye sok más problémával szembesültek a tisztelt állampolgárok, csak éppen ők nem svájci frankos, hanem éppen nem tudom, japán jenes kölcsönöket vettek fel, vagy a jó Isten tudja, eurós kölcsönöket, ők ugyanúgy nem tudják törleszteni, de hát ezeket az állampolgárokat, akik ugye most elég elégedetlenek, nincs állásuk, semmiük, és esetleg minimális segélyekből próbálják fenntartani magukat, vagy családjukat, ugye őket, ha néha összeverődnek néhány százan, vagy néhány ezren, eléggé, akkor ugye meg kell fegyelmezni őket, és ehhez fenn kell tartani ugye a katonasságot, a rendőrséget, és ugyanakkor az adóhatóságot elég komoly, ugye, pénzeszközszel és apparátussal fel kell ugye szerelni ahhoz, hogy minél jobban ugye ezt a kiszipolyozott, lenyomatott népet még minél jobban megfacsalják, címszó sztori. Ez nem csak Magyarországra érvényes, nem csak a magyarokra, ugye még, ahogy már mondtam, jó néhány népre ugye ugyanez áll.
Na most tudom, hogy a magyarok esetleg nem tudják, mivel messze vannak, vagy nem igazán figyelik, vagy nem igazán érdekli őket, de azt tudnotok kell, hogy a, például a híres Franciaországban is, ugyanúgy, mint Spanyolországban a 26 éves, a 26 év korhatár alattiaknál, ugye 50%-os a munkanélküliségi ráta, tehát azért ezek elég komoly dolgok, ugye abban az Európai Unióban, ugye ami a demokráciára épült, legalábbis ez megint csak gúnyolódva kell, hogy mondjam ezt a demokrácia szót, ugye. A demokrácia semmi másról nem szól, csak arra, hogy olyan emberek, akik félreinformáltak, vagy alulinformáltak, ugye, ők folyamatosan megszavazgatják az éppen aktuális országban teljesen, hogy Magyarország, Franciaország, vagy éppen Spanyország, a valamelyik nagy pártot. Ugye Magyarországon ez a Fidesz, vagy az MSZP, ugye, míg az Egyesült Államokban ugye a demokraták, vagy a republikánusok, de a lényeg az ugyanaz, egyik szervezet, párt sem az átlagember érdekeit képviseli, tehát semmi értelme szavazgatni rájuk. A lényeg, hogy például Spanyolországban ugye hivatalosan is 23%-os, ugye a teljes munkaerőállomány nézzük, ugye akkor is 23%-os a munkaerőkészség ráta, ami azt jelenti, hogy ez legalább 30-35% körül viccereg. Ezt a chartot azért tettem fel, csak az euró-svájci frank chartját, ugyanis erre készültek fel, legkésőbb 2013-ban, ugye én már azt várom, hogy ugye ugyanígy fog kinézni mondjuk az USA dollár euró chartja is, vagy a nem tudom, a japán yen USA dollár chartja is esetleg beleszorítva egy kis árfolyamot, tehát a total capital control, ezt úgy hívják, ugye, ez fogja véghez vinni a központi bankárok zenekara, ugye, mivel ez a monetáris rendszer, ugye, ami 2008-ban gyakorlatilag megbukott, ugye a Lehman bebukásával, ugye azóta, aki, ahogy már elmondtam, egy kicsit is körülnézett és használja a fejét, az tudja, hogy ugye ebből ugye kiút nincsen, maximum az, hogy ez a fiat money kártyavár, ugye, amit felépítettek, ezt megpróbálnak minél több úgymond papírpénzt vagy digitális nótot bepumpálni a rendszerbe, ugye ezáltal inflációt gerjesztenek, és elinflálják az úgynevezett bad debt. Tehát a bad debt az annyit jelent magyarul, ugye, hogy a rossz adósságot. Tehát az adott országokban, ugye Magyarországon is, ugye ez Magyarországra is vonatkozik, azok az emberek, tehát itt tömegekről beszélünk, tehát hatalmas tömegekről, ugye nem néhány százezer emberről, ugye, akik munkájukat veszítették, házukat, autójukat, akármit. Ha még esetleg van munkájuk, akkor is félállásban dolgoznak, vagy már 20-30%-kal megvágták a fizetésüket. Tehát ezek az emberek, akik már nem tudják képtelenek törleszteni az adósságukat, ugye a hiteleiket, kamatostul, ezeket a hiteleket, ugye, amik a bankok nyakán vannak, valahogy ugye rendezni kell, és ugye miután az Európai Központi Bank, vagy a Federal Reserve, ugye ezek a központi bankok átveszik ezeket az úgynevezett rossz adósságokat, én valószínűsítem, hogy ezen az úton próbálják majd elinflálni ezt a bizonyos adóssághalmazt, ugye, hogyha egy telet tegyük fel házzal, ugye 10 millió volt, és ugye a banknak valaki tartozik, most egy példát mondok, ugye 13 millióval, és ugye ez átment tegyük fel az Európa Központi Bank bizonyos nagykönyvébe, ugye, mint adósság. Ugye jelenleg a telek nem 13 milliót ér, ugye, vagy az a ház, ezért is nem akarja fizetni a tulajdonos, hanem csak 8-at, ha 8 millióért esetleg el tudná adni, vagy 7-ért. Akkor esetleg ugye meg lehet azt oldani, hogy 2-3-4 év alatt, hogy bizony ez a 8 millió, ez újra visszamenjen 12-13 millióra. Elég csak egy kétszámjegyű inflációra gondolni évenként, egy 10-12%-os infláció is azért már 3-4 év alatt megteszi a hatását. Na most nagyon sokan, Magyarországon is, de higgyétek el, ez nem csak Magyarországon van, így, ugye arra várnak, hogy majd a kormányok, ugye az éppen hatalmon levő kormányok valahogy segítenek, vagy enyhítik az átlagember gondjait, problémáit. Ugyanakkor az írott és a digitális médiából ugye ömlik szinte minden nap, vagy minden órában, az a
dolog, hogy ők kijavítják, megjavítják, átreformálják a rendszert, és ők kijavítják, megjavítják, átreformálják a bankrendszert, és a többi, és a többi, és a többi. Na most ebben a monetáris rendszerben ugye azok a politikusok, vagy azok a vezetők, mondhat, lehet akár központi bankár, lehet akár miniszter, vagy miniszterelnök, ezek az emberek, ugye az Orbán is, ha most Magyarország esetét nézzük, az Orbán is ugyanúgy benne volt az előző, ott ült a parlamentben, lehet, hogy ellenzékben ült ott, de higgyétek el nekem, ő is megszavazta a törvények nagy részét, amit ugye annak idején az MSZP-SZD ezt megszavazott. Tehát, hogy ha ti arra vártok, hogy ezek az emberek, akik ugyanúgy benne voltak ebben az egész dologban, annak idén 4, 5, 6, 8, 10 évvel ezelőtt ugye benne voltak a folyamatos eladósításba, ugye állami szinten, önkormányzati szinten. Most azt gondoljátok, hogy ezek az emberek majd megreformálják, vagy kijavítják nektek a rendszert, akkor ugye ez elég nagy tévedés lesz. Ugyanis ugyanazok az emberek, most egy egyszerű példát hozok fel, mert nem tudom, hogy magyarázzam el egyszerűbben ezt a dolgot. Tegyük fel, építetsz egy új házat, ugye, és van egy kedves ismerősöd, ugye, távoli ismerősöd, aki tudja ajánlottak, hogy vízszerelő, és hogy majd akkor ő megcsinálja neked a gépészetet, a vízvezetékrendszert ugye a házadban, mindenestől. És képzeld el, hogy kész a házad, ugye beköltözöl, és 2-3 hét múlva egyik éjszaka ugye arra ébredsz, hogy áll a víz a mindenhol, ugye az emeleten is, meg alul is, és ugye minden el van áztatva, barna anyaggal keveredve. Na most ugye az ember, ugye, aki neked berakta, beszerelt a WC-t, a csöveket, stb. Ugye, ő valamit elég rosszul csinált, ugye a lakásodat elárasztotta a víz a fekáliával együtt. Mit fog csinálni? Most gondolj bele, józan paraszt észre, te visszahívod ugyanazt az embert, akinek ezt elintézte? Tehát nem tudom, hogy én visszahívnám-e. És ugye mondanám neki, hogy akkor gyere már koma, javíts már ki a cuccot itt nekem, hogy a parkettel is feltutusodott mindenhol, ugye. Nem csak az, hogy itt a WC-t meg a csapokat ki kell cserélni, mert minden csöpög meg el van dugulva, hanem ráadásul sokkal nagyobb anyagi kár keletkezett a házamban. Na most, ha te ezek után, ugye, hát ezek után ezt az embert visszahívod, hogy majd ő kijavítja, vagy átreformálja a rendszeredet, megmondom őszintén, én nem nagyon bíznék benne. Na most ugyanezt történik jelenleg, a Simor úr ül ott a központi bankban, hát ő nem a semmiből jött, ő 4-5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, lehet, hogy a Járai Zsigmond volt, nem tudom, a pénzügyminiszter, vagy nem tudom, a központi bank, a jegybank elnök, nem tudom melyik volt. A lényeg az, ezek az emberek, ezek mind ugyanabban a szférában, mind ugyanabban a csapatban tartoznak, mindenhol ugyanonnan jönnek, tehát ők nem csak egyszerűen kilettek nevezve a semmiből, és kész. Tehát ilyen nincs. Úgyhogy aki tőlük vár segítséget az Európai Központi Banktól, az IMF-től, ugye, azt hiszem, hogy magyarul IMF-nek mondják, nem tudom. Ezek a csoportok, vagy emberek, személyek, ezek kőkeményen benne voltak ebbe, ennek a válságnak, úgymond, amit ők válságnak hívnak, vagy krízisnek a megkreálásában, létrehozásában. És ugye ebből ők és az ő rokonaik ismerőség azért elég komolyan profitáltak, itt elsősorban a bankárokra gondolok, ugye. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy aki valutázik, az egy kicsit fogja vissza magát a valutázással, ugyanis valószínűleg jön a total capital control, ugye, ami annyit jelent, hogy az árfolyamok egy az egybe szigorú központi bankárok nagyítója alatt lesznek megvizsgálva a jövőben, tehát ha bárminek, bárhova elmegy az árfolyama, az ugye 100%-ig ugye azon fog alapulni, az ő döntésükön fog alapulni, hogy éppen hol mennyi pénzeszköz állományt injektálnak be az adott területre, az adott országba. Köszönöm figyelmeteket, sok szerencsét, sziasztok!